bemutatom, hogy hogy jön az ötlet, mondjuk készítsünk egy nyakéket. És mondjuk, azt mondom, hogy kiemelek itt egy zsolnai zsugormázas porcelánt, kiszáradt a puszta, nagy szárasság van, a növények is alig élnek, és arra jár egy szarvas, aki nagyon megszomjazott, elindul, végigmegy, keresgéli a vizet, észrevesz egy szép kis virágzó rétet, erre haladva, és a végén eljut egy gyönyörű kis tavacskához, ahogy egy kis erdő szélén van, és kész a nyakék. A megcsiszolt fénykollekciómmal csinálom meg, az antik üvegek közé berakok gyémántot, és azok úsznak egy buborékkal, és a gyémánttal ütköznek, és egy ilyen gyönyörű világ nyílik meg, és ezeket az üvegeket egy újságíró riporter barátomtól kaptam, aki a valódi Chartres katedrális, francia katedrális üvegablakából származnak ezek az üvegek. Lehet látni, hogy ütközik a buborékkal, körbe táncolja, mindenkinek a gyűrűjébe, vagy a fülbe való medáljába ugyanez a világ nyílik meg. Aztán lehet választani, hogy gyémántot dobok bele, vagy zafírt, smaragdot, rubint, éppen amilyen kedvem van, azt dobom bele az ékszerbe. Mindig nézem, hogy a minta mit diktál, hogy például itt vannak a virágok, akkor azt például ki lehet így engedni, hogy szabadon legyenek. Hogy lehet hozni hozzám bármilyen vastag porcelánt, azzal is megbirkózok. És tudok belőle csinálni családi ékszerszettet. Volt bőven háború, úgyhogy mindig törtek, és tényleg olyan szép darabokhoz jutok hozzá, amikhez csak úgy alig jutnak hozzá, mert már több múzeummal is jóba vagyok, meg olyan Falk Miksa utcából olyan híres kereskedőkkel, akik szinte ilyen gyűjteményes darabokkal foglalkoznak, és mindig akad náluk is egy-két török. Gyakorlatilag ez is egy örök darab, mert nagyon szépen meg van csiszolva, figyelek arra, hogy az éle ne vágjon, egy nagyon kis kényelmes porcelán medál született itt meg. Ez egy több porcelánból van összeintarziálva, egy különleges világ, 1, 2, 3, 4, 5 darabból álló, és olyan szabadon összeboronált. Jó érzés mindig valami újat létrehozni, de mégis egy régiből, mert számomra nagyon fontos, hogy ez a megmenteni a megmenthetőt, a mottom, hogy ezek az értékek újjá tudjanak éledni.